Sziasztok! Szeretnék válaszolni egy-két kérdésre. Kaptam egy e-mailt, Vályogházzal kapcsolatos, és elég sokáig lett volna leírni, úgyhogy inkább megválaszolom videóba. Jó kérdések. Ez egy több mint 100 éves vályogház. Szárazak a falai, kívül kőporos. Volt egy ilyen kérdés, de hogy nem tudja, hogy cementet használtak-e benne, de valószínűleg, hogy semmi cement nincs a kőporos vakolaton, akkor már valószínűleg vizesedne. Nos, akkor az egyik kérdés, mire figyeljek, hogy a felújítás után is megmaradjon a falak szárassága? Arra figyelj főként, hogy ne használj cementet vakolásnál, inkább csak mész, vagy ha megteheted, akkor vályogvakolat, vagy ha van lehetőség, akkor ti is elkészíthetitek magát a vályogvakolatot. Az a legolcsóbb, és utána a vakolás után ne használjátok műanyag bázisú festékeket. Legegyszerűbb, ha vesztek egy zsák oltott meszet, és felöntitek vízzel, olyan sűrű, tejszerű legyen, átszűritek harisnyával, az a minél finomabb legyen, és ahogy akarjátok, színezitek színezővel. Így megmarad a pára áteresztő képessége, és valószínűleg nem fog vizesedni a fal se, mivel nincsen semmi olyan anyag, ami nem engedni át gyorsan a párát. Van-e másik kérdés, van-e másik út födémszigetelésre, mint a cellulóz, hogy használható legyen a padlás, főleg csak pakolásra? A cellulózt ajánlom, nekem ez nagyon bevált, teljesen pára áteresztő. Viszont a milyen módszerre én csináltam, úgy nem lehet fölpakolni. Az egyik megoldás az az lenne, hogy valószínűleg nem látszógerenda van, így a fönti deszka réteget, hogyha van a gerendákon, azt fel kell szedni, és úgy kell kialakítani, hogy a alsó deszka réteg, ott jön föl a lakásból a pára, egy 5 centi, mondjuk tetőrécet a gerendákhoz hozzácsavarozni keresztbe, és leborítani azt a 5 centit, és akkor marad egy 5 centis légrés a gerenda és a alsó deszka között, ahol a pára ki tud oldalra menni. Az a lényeg, hogy nyitott legyen a tető, ott a ereszt csatorna fele nyitott legyen a pára mozgás, és akkor erre tetejére megy rá a szigetelés, ez lehet kőzetgyapot is, mert a pára el tud menni alul, kiszellőzik, vagy de inkább cellulóz szigetelésre raknék, mert jobb is a hőszigetelése, és akkor még ki lehet emelni a gerendát, még arra akár rakhatok egy padlót, és akkor azt leborítjátok deszkával, vagy OSB-ben, amit szeretnétek, mert ebben 5 centibe oldalra ki tud távozni a pára, viszont a meleg az nem, mert nincs akkor a rés, hogy cirkuláljon a levegő, így a pára a fizika törvények szerint a legkönnyebb úton megy ki, és az arra van, oldalra. A csatorna fele menjen ki, ereszt csatorna fele. Hát a tető fele. Így meg lehet oldani, és akkor tudtok már fölé pakolni. Ez a megoldás van. Viszont dolgoztam én egy szalmaházon, vakoltuk. Szalmából voltak a falai, ilyen ökoházszerű. És ott például fönt úgy szigetelték, hogy szalma bálát raktak le. És utána agyagtapasztás volt a tetejére, 10 centi, csak az, hát az, én azért nem ajánlom ezt, mert
Ez egy 100 éves ház, és nagyon megterhelné a magát a házat, azért nem kevés súly ez a 10 centi agyag, plusz a szalma. Úgyhogy az első verziót ajánlom, hogyha szeretné fölpakolni, hogy meglegyen a légrés, és utána rá szigetelés, és utána lehet rá OSB vagy deszka, amit szeretnétek. Másik kérdés. Hát igen, a közeggyapotot úgy nem érdemes, hogy egyből párazáró fólia, és aztán rá közeggyapot. Azért nem érdemes, mert nem tud kimenni a pára, és így a oldalra fog menni. Persze, ahol ki tud menni, az úgy, ami fent a sarkokba, és a sarkok elkezdenek üzesedni. Viszont a közeggyapotot raksz föl, így, ahogy mondtam, hogy 5 centis légrés van alatta, akkor darakjál pára zárót, mert ha fölmegy a közeggyapotba a pára, a tetején ki fog csapódani. Oda már viszont kell pára záró. Véletlenül valamennyi föl fog menni is, úgy is. Viszont, hogyha cellulóz szigetelésbe gondolkodsz véletlenül, és azt mondjuk egyből beszeretnéd szórni a gerenda közé, úgyhogy nem hagysz 5 centis légrést, azzal meg az a, és utána egyből leborított deszkával, azt se ajánlom, mert nekem volt így a padláson, egy-két helyen ilyen deszkaborítás, közöttgyapott deszkaborítás, és a közöttgyapottból, ahogy kilép a pára, egyből a deszkán fog lecsapódani, úgyhogy a tiszta víz lesz a deszkának az alja, és így a cellulószigetelésnek a teteje is vizes lesz. Úgyhogy semmiképpen ne borítsál közvetlenül a szigetelés fölé, hogyha nincs megoldva a pára elvezetés alatta. Következő kérdés. Hideg burkolat alá milyen alapot tanácsolsz? Igen, mert fürdőszobában hideg, meg konyhában is hideg burkolatot szeretnél. Van egyik olyan megoldás, de nem tudom nálad, mert írtad, hogy pince van szint az egész ház alatt. Hogy van egy olyan megoldás, hogy fölbontotok mindent, lástok 40-50 centit, föltöltitek kuléval, jó nagy szemű kavicssal, és vezettek, hát ilyen dréncsövet raktok be, ilyen lyukacsos csövet, és az meg ki van vezetve az alapba. És akkor itt tudom, 50 centinként le van rakva, és akkor a pára így nem fölfelé fog kimenni, hanem egy húzat van a kereszt húzat van a dréncsőbe, és akkor ki tud menni az alap mögé, mivel át vannak fúrva az alapok. És van egy ilyen megoldás. És akkor azt tudjátok is hőszigetelni fölé, és akkor rá a beton, és akkor a burkolat. Dakály padlófűtés ismert így. A másik megoldás, ha nincs erre lehetőség, hogy 100%-os, hogy ne vizesedjen a falatok, az az, hogyha lebetonozzátok, de úgy, hogy a fala körbe elhagytok 10 centit. Elhagytatok 10 centit, és utána ezt föl kell tölteni kővel. Ilyen, lehet venni ilyen szép hófehér vagy zöld, ilyen direkt ilyen mosott kövek, ilyen nagy szeművekkel fel kell körbe tölteni, és akkor a pára már ott ki tud jönni, nem megy bele a falba. Hát igen, most, hogy melyiket szeretnétek, az hajtotok el. Ez a kettőt tudom ajánlani. Aztán volt még valamilyen kérdés. Külső fal szigetelése. Hát, hogyha hidegnek érzitek a falat, csak kipróbáljátok a lakást télen, akkor érdemes leszigetelni.
ezzel a nádas megoldással. Nekem fel annyit kell fűtenem. Nem jóval magasabb a hőmérséklet a lakásba, mint előtte, úgyhogy fel annyit fűtök. Úgyhogy érdemes. De azt próbáljátok ki előtte, hogy milyen a lakás, mert nekünk vert fal van, nektek meg úgy látom, hogy vályog tégla, és abban az elég sok a szalma, az jobban a hőszigetelése. De mindenképpen akkor ezt ajánlom, ezt a nádas megoldást. Mész messzes vakolattal, és messzelve a házat. Remélem tudtam segíteni. Remélem érthető voltam. Úgyhogy szeretettel ajánlom ezt a videót, akinek hasonló problémája van. Jaj, még egy valami, hogy a fürdőszoba burkolás. Én ajánlom azt, hogy lehetőleg odarakjál oldalfalra csempét, ami vizes terület érint, hogy ne mennyezetük. Rakd én szerintem a csempét, hanem ott a zuhanyzó, kád, csap, WC mögé, de ne plafonig, és a minél több szabad falad legyen, és oda a legjobb megoldás a vályvakolat, az iszonyúan elszívja a párát, messzes festéke utána lemeszelve. Úgy elszívja a párát, hogy zuhanyzol, hogy még a tükör se lesz párás. Eszméletlenül szívó ereje van. És aztán meg visszaadja később a házba ezt a párát, vagy kiengedi a falon át. Na jó, sziasztok!